Sziasztok, Dáj vagyok az RNDH Kuról, mai napon pedig a 10 sereg csatájának 2024-es évadának utolsó megmérettetésére fogjátok látni a sorsolást. Szerencsések vagyunk, mert úgy néz ki, hogy a 20 helyünkből 19 az elkelt, tehát szombaton jöttök, ha jól emlékszem, 10, és vasárnapra van még egy kiadó, őt a szokás szerint beugróként fogjuk kisorsolni, és várunk még valakit, aki esetleg szeretne a majd számára kisorsolt sereggel vitézkedni a vasárnapi napon. Ugyebár tematizált egy ideje már a 10 sereg csatája, most sincs ez másképp, a mostani témánk az a Meta Chasers. Tehát most kifejezetten olyan csapatokat állítottunk össze a HQ saját seregeiből, illetve azoknak a seregeiből, akik voltak olyan kedvesek és felajánlották erre az eventre, hogy tolgathatjuk a babáikat, amik kifejezetten arra mennek rá, hogy durvák legyenek, erősek legyenek, győzelemorientáltak, nincsenek benne ilyen mindenféle hundi-bundi unitok, hanem csak is kizárólag a legdurvább, legerősebb, leghatékonyabb setupokat próbálták összeállítani a Ricsi és a Peti. Foglalkoztak vele elsősorban, ők konzultáltak minden egyes olyan emberkével, aki ideadta a műanyag katonákat, illetve a HQ sereget is ők állították össze, úgyhogy ezt most nem bíztuk rám, aki ilyen kis lightos, meg ilyen visszafogom a kezem, meg ilyen vicces unitokat pakolgatunk bele dolgokat, szoktam csinálni, hanem ez most tényleg egy olyan téma. Természetesen ettől függetlenül a 10 sereg csatája, ugye jövőre is tervezzük, hogy lesz belőle egy évad, sőt, ott már nagy valószínűséggel ezt felbővítjük egy tucat sereg csatájára, tehát 12 sereg csatája lesz, és 6 asztalos lesz majd az esemény, reméljük, hogy lesz rá érdeklődés. Tehát én általában ilyen kis aranyos, kis vicces dolgokat szoktam csinálni, és ezek természetesen jövőre, ahogy mondtam, is vissza fognak térni, úgyhogy ugyanúgy megmaradunk ennél a családias, vagy sörmeccses, vagy olyan kis lájtos hangulatnál, de most nem. Most kifejezetten 1500 pontba azokat rakták össze a srácok, amik a legdurvábbak voltak. Mielőtt elkezdenénk a sorsolást, még egy gyors szolgálati közlemény. A Mesterek tornájára, amire ugyebár már október eleje óta lehetett jelentkezni a top 50-nek, a Gomez-féle 2000 pontos ranglistából, már megnyílt november elején a pót jelentkezése, úgymond, tehát feloldottuk azt a korlátot, hogy már nem csak a top 50 tud jelentkezni, hanem bárki, aki pontosan a top 50-nel szeretne vetélkedni, az el tud jönni, ugyebár ez egy 2x6 asztalos megmérettetés, szerintem 23-24 novemberben a két nap. VTC pontozás szerint 3 mérkőzés egy nap, 3 órás időlimit, 2000 pont, tehát minden úgy, ahogy a nagyok szokták, úgy, ahogy a nagyok szeretik. A szombati napra, ha jól emlékszem, talán még egy helyünk van, vasárnapra viszont van még szerintem 9, ugye ez 6 asztalos, tehát 12 játékost várunk mind a két napra. Mind a két napról a top 6 fog tovább jutni 30-ára a döntőbe, amikor is a krémek krémje fog tudni majd megmérkőzni egymással, és hát sok sikert a kihívóknak, a profik pedig mutassák meg, hogy hát nem véletlenül profik, és nem véletlenül vannak legelőre a ranglistán. Erre is tudtok még jelentkezni, összesen akkor talán 10 hely van még. Nem tudom, hogy amikor lemegy ez a műsor, akkor hogy fogunk állni. Erre a BCP-n, a Best Coast Pairing-en tudtok jelentkezni, ami egy ilyen 40k event szervező honlapfelület. Ott megtaláljátok, hogyha a keresőbe beírjátok, hogy Mesterek tornája, akár a szombati, akár a vasárnapi napot, ott kell majd a listát is leadni, meg ott tudjátok majd az eventnek az eredményeit is megnézni, látjátok, hogy kik jelentkeztek már, kikkel fogtok egy mezőnybe kerülni. Annak sorsolása sem lesz, hanem ezzel a szoftverrel, vagy ezzel a felülettel, ezzel az eseménykezelővel fogjuk megoldani a teljes menedzselését annak az eventnek.
Aztán, amit még el szerettem volna mondani, hogy Atreus Cup idén már sajnos nem lesz, nem tudtuk összehozni végül is az elsőjét, illetve úgy alakult, hogy a csapatversenynek, aminek ugyebár decemberben van az utolsó fordulója, és összesen 4 hétvégi nap van, amiből ráadásul 2 ledolgozó szombat, ezért beledobtuk az elsőjét is úgymond a közösbe, tehát december 1-én is tudjanak játszani a csapatok annak, akinek éppen az a nap jó, úgyhogy vissza fog térni a dolog januárban, és ha minden jól megy, akkor még az sincs kizárva, hogy havonta fogunk egy ilyet rendezni. Egyébként, ha feljöttök a Discordunkra, amit mindig ugyebár erősen erőltetek és nyomatok, akkor láthatjátok már a jövő éves event naptárunkat is, tehát hogy milyen események lesznek és mikor. Igazándiból 3 fő esemény sorozatunk lesz, talán azt úgy mondhatom. Az Atreus Cup-pal együtt ugye 4, csak annak még a fix időpontjai nincsenek meg, mert az természetesen a Loksa Bencének is a naptárától függ, hogy mikor tud jönni, és mikor tud eventezni nálunk. Lesz 12 sereg csatája, vagy tucat sereg csatája, nem tudom, hát nevezem-e. A 10 sereg az már, volt ez már 8 sereg, 10 sereg, megint 8 sereg, megint 10 sereg. Volt ez már minden, lesz ugyebár a csapatversenyünk újra, erre is majd lehet jelentkezni, ismét 5 fős csapatoknak várjuk majd a jelentkezését a jövő évadra, és reméljük, hogy ugyanúgy sokan fogtok jönni, és ugyanolyan népszerű lesz, mint az idei. Ezen kívül lesz egy úgynevezett Bohém Hammer, ami arról fog szólni, hogy lesz egy narratív kampányunk, illetve kétfajta a Megasereg csata, illetve a 4way for fun, ami ilyen extrém, abszolút nem kompetitív irányba és narratívák, illetve mindenféle agyament szabályok alapján felépülő fán mérkőzés vagy fán megmérettetés lesz. Az nem is igazán verseny, csak maga egy sorozat, tehát ott nem görgetitek tovább a pontokat, csak mindig események lesznek. Lesz minden hónapban egy nap, amit erre dedikálunk, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Minél többen el tudtok ide jönni, és akkor tudtok ilyen a normálistól, vagy a standardtől teljesen eltérő módon is 40K-t játszogatni. Ezen kívül ugyebár lesz az Atreus Cup. A metagame-mel már le van egyeztetve az első intermédiát, ez márciusban lesz a selejtezője. Tehát amikor 20 plusz főt várunk a metagame-be, velük rendezzük közösen. Andrásiknak köszönjük szépen a helyszín biztosítását, és onnan majd áprilisban lesz a döntő. A legjobb 10-12 játékos, attól függően, hogy hányan jöttök el tovább jut, és akkor ugyanúgy, ahogy eddig is át tud jönni ide hozzánk a HQ-ra, és akkor össze tudja mérni az erejét a feltörekvő titánok hada. Ezen kívül pedig, hogyha a Mesterek tornájára most lesz elég jelentkező, az azt jelenti, hogy nagyon szeretném, hogyha legalább 20-an lennétek, ugye abból már most megvan 14, de akkor érzem értelmét, akkor van teteje a dolognak, és akkor kellően népszerű, hogyha legalább 20-an lesztek, akkor ebből is fogunk rendezni majd még 2 jövőre is. Illetve ugyanez a helyzet az intermédiettel, mivel a múltkori szeptemberi intermédiettünk, hát hogy mondjuk úgy, nagyon szolíd létszámmal zajlott le, ezért csak akkor fogunk jövő szeptemberben intermédiátet rendezni, hogyha az első intermédiátre legalább 20-an eljöttök. Úgyhogy ez most ennek is egy nagy próbája lesz, hogy egyrészt az intermédiát az kikopott-e úgymond, vagy maga a formátum fáradt el, másrészt pedig, hogy ez a Mesterek tornája dolog, ez tetszik-e nektek annyira, hogy érdemes legyen vele foglalkozni. Ha igen, akkor jövőre is mind a kettőből fogunk csinálni 2-2 darabot. Na, szerintem körülbelül ennyit szerettem volna szolgálati közleménynek. Ezen a héten még elvileg sok minden fel fog kerülni a Facebookra is, meg a Discordra is, mert azt szeretném elérni, hogy az összes olyan eventünknek a kiírása, ami eseménysorozat, az most felkerüljön, és el tudjatok kezdeni rá készülni, vagyis hát el tudjátok olvasni, hogy miről van szó. Discordon ezek közül sok már fenn van, illetve gyertek fel, és akkor bele tudtok effektíve a szervezésébe is szólni, és mindenkinek érdekel a véleménye, mert sosem lehet tudni, hogy ki áll elő valami jó ötlettel, vagy kimutat rá valami olyan hiányosságra vagy hibára, amit érdemes egy-egy ilyen eventből kiszedni. Na, szerintem akkor ennyi felcsigázás elég is volt, és akkor kezdjük el a 16-ai, azaz a szombati napnak a sorsolását, ugye ez teltházas a történet. Szokás szerint elindítjuk a másik kamerát, itt most látjátok az asztalokat, ugye ez most még csak klasszikus 10 sereg csatája, tehát 5 asztalon fogunk játszani. Az asztalokra majd mindig kirakom a játékosokat,
és a királyi, bár kicsit már viharvert tűzőgéppel összetűzködve betesszük a seregeket mellé, és a párokat is majd összetűzöm, leszkrinsatolom, bla bla bla, ahogy már megszoktátok számtalan sorsoláson keresztül a dolgot. Kicsit majd okoskodok is, azért van egyébként ilyen közel tolva hozzám a monitor, meg a számítógép, meg azért ők egy kicsit jobbrább, mert itt vannak a seregek felsorolva, hogy nehogy nagy hülyeséget beszéljek, mert a Ricsi, meg a Peti, meg a többiek itt a végén még keresztre feszítenek, ha itt lefikázom a jó kis meta seregeiket, úgyhogy majd egy kicsit lehet, hogy néha puskázom, hogyha nem tudom, hogy éppen mit tud a sereg. Szombati nap, van egy olyan érdekesség szombati napon, hogy az ork sereget letiltották öten is. Úgyhogy az első körben azt fogom csinálni, hogy az egyes asztalon biztos, hogy valaki az orkokkal fog játszani. Az is mindjárt ki fog derülni, hogy ki. Ugye azokat a játékosokat, akik az orkokat letiltották, vagy nem lehet az övék, azokat most kivettem. Egyébként a Taut is tiltották itt négyen, úgyhogy érdekes lesz, reméljük, hogy nem kell a végén kockát dobálni, de hát ha meg igen, akkor igen. Van egy olyan szokás itt a tíz seregen, hogy azt a sereget, amit az előző alkalommal kaptál, amikor nálunk jártál, automatikusan nem kaphatod, illetve mindenki a jelentkezésekor, meg néhányan, akik el szoktak vele csúszni egy kicsit, ők a jelentkezésük után kettő seregre azt mondhatják, hogy ezzel inkább nem szeretnének játszani, vagy azért, mert ezzel már sokat játszottak, vagy azért, mert nem tetszik a seregnek úgymond a stílusa, úgyhogy erre mindig van lehetőség. Nézzük, hogy ki kapja az orkokat. Nos, Magyarország egyik, hanem a legjobb játékosa Ivány Ricsi fogja kapni az orkokat. Ő a Taut és a Space Wolfot nem szerette volna, úgyhogy az orkot nagyszerűen szereti. Hát ugyebár a Ricsi ellen játszva nagyon kicsi jelentősége van annak, hogy milyen serege van neki, meg milyen sereged van neked, mert itt a skill nagyon sok mindent eldönt. Közben a maradék játékost ugyebár berakjuk a lila szatyorkába, akik nem tiltottak mást, hiszen egy nagyon skilles játékosról van szó, aki viszont abszolút úgy tud játszani, hogy fára veszi ezt az egészet, tehát nagyon tud játszani, de élmény vele játszani, Betrebbe is sokszor már láthattátok, és egyre többet feltűnik itt nálunk, aminek nagyon örülök, illetve külön köszönöm neki is, és a Szatmári Petinek is, hogy segítettek a seregek összeállításában. Nézzük meg, embert húzunk először, nézzük meg, hogy ki lesz az ellenfele. Kérem szépen, Perlaki Péter Zsolt, aki, ő egy feltörekvő játékos, ő rutinban nem közelíti még meg a Ricsit, viszont nagyon jó alkalom lesz arra, hogy tanuljon. Ő azt mondta, hogy nem szeretne orkot és nekront kapni. Hát az orkot megkapta szembe, de ez mondjuk ebben a sorsolásban várható volt, mert nagyon sokan ugyebár azt mondták, hogy nem kérik. Ha nekront húzok, akkor az újra húzós lesz. De hát, ha nem. Húzok egy jó, csak ne a taut. Nem, hanem Imperial Knight. Ja, az érdekes lesz, mert az ork az azért nagyon nehezen bont Knightot, szerintem. Az ork az alapjáraton egy Bully Boys sereg. Nobok vannak benne, meganobok vannak benne, rengeteg track, talán 3 trackra emlékszem így hirtelen. De gyorsan meg is nyitom, hogy nem mondjak nagyon nagy marhaságot. Azt mondja, hogy Warboss, Mega Armor, Flash Gitzek van benne, 2 adag, 22 darab Gretchen. Nyilván fogdosni, meg CP-zni, van benne 10 kommandós, hogy azért tudjon infiltrálni, van benne 2x5 meganob, 10 darab nob, 2x5 stormboy, objektívázni, meg ugrálni, és 3 track. Hát itt azért eléggé hiányoznak a nagy jármű bontó dolgok. Persze a meganobokat nem szabad lebecsülni, főleg, hogyha varboszokkal vannak, akkor azért a válkörbe borzasztó nagyot tudnak pusztítani, mert ott megkapják a plusz támadást, meg a plusz erőt. De alapjáraton szerintem ez a Knight-nak egy nem annyira rossz matchup. Sokkal rosszabb matchupok is voltak itt. A Knight pedig úgy néz ki, Domának nagyon köszönjük a Knight-okat, gyönyörűen festett Knight seregünk lesz. Vagyis hát nem a miénk, hanem most majd a Peti használhatja. Van benne egy Canis Rex, egy Knight Errant, ez a két nagy Knight. Van benne 3 darab Helverin,
és van benne egy Worgleby, illetve egy navigátor, akinek igazándiból csak annyi a feladata, hogy hátul ugye 12-es körbe kizárja a Deep Strike-ot, meg fogja a hátsó objektívát, hogy ne kelljen azért Knight-ot hátul hagyni. Ugye a Knight-nál az 1500 pont az elég nagy gond olyan szempontból, hogy alapjáton is kevés figurával játszik, amikor meg le van véve a pontja, akkor meg még kevesebbel, és hát minden figura elvesztése pláne fáj. A Karniss Rex az szerintem egy must have, tehát az egy elképesztően erős cucc, és nagyon jó ork ellen, meg bármi ellen is. A Knight Errant szerintem az is egy jó választás lehet ork ellen, a Helvelinek tök jól ellesznek, a Worgleby sem rossz, nyilván a kicsiket könnyebben fogja az ork leütni, a naggyal lesznek gondjai. Alapjáraton én, hogyha két azonos skillű ember kellene, akkor megkockáztatnám, hogy ezt a Knight meg tudja nyerni. Így egyértelműen azt mondanám, hogy a Ricsi fog nyerni, de nyilván azért, mert ő egy nagyon-nagyon ügyes játékos, és meg fogja tudni oldani ezzel az orkkal akár még ezt az Imperial Knightot is, de Petikém, nyugodtan cáfoljál rám, te ugye nekem alapjáraton is kollega vagy, mert tiroidát tolsz, mint az állat. Tessék szépen, most szintén itt nem nagy szörnyek vannak, hanem nagy gépezetek, oda menni, aztán az összes gombát elégetni, meg eltaposni, meg szétlövöldözni a fenébe. Aztán nézzünk egy következő asztalt, egy kettes asztalt, ott mi fog történni. Kettes asztalon fog érkezni hozzánk egy drótos Peti, ő is feltörekvő, de nagyon sokat játszó játékos. Tau, Dalkel, Dar és Ork az, amit nem szeretne. Peti alapjáraton ő World Eater. Szerintem mással nem is nagyon játszik, csak World Eaterrel, de nagyon rutinosan a World Eatert nem tiltotta le. Na nézzük, hogy van-e olyan szerencsés kezem, hogy odadom neked a saját seregedet, ugyanis a Petinek nagyon szépen köszönjük a World Eater sereget, mert azt tőle kapjuk. Nem, hanem egy nagyon jó kis Necront fogsz kapni, amit nem tiltottál le, úgyhogy szépen megkapod. Nem kell megesküdni, de szerintem Necronnal te talán már tízseregen játszottál itt. Ha nem, akkor most már biztos, hogy fogsz. A Necron sereg szerintem az a heavy destroyerekre épít. Van benne talán 2x3 heavy destroyer. Biztos, hogy van benne két DDA, biztos, hogy van benne monolit. De itt is egy picit puskázok. Ugye hiperclipbe hozza, tehát nagyon fog tudni ugrálni. Igen, 3 darab locust heavy, még 3 locust heavy, 2 darab dugsdejárk, egy monolit, illetve van benne még egy plazmanszer, warrior és locust lord. Gondolom az majd beáll valamelyik destroyerbe, a warrior meg azt nem tudom, hogy együtt lesz-e a plazmanszer, vagyis abban az, hogy nem tudom, benne lesz a warriorbe, de valószínűleg benne lesz. Itt nyilván az, ami gond lehet neki, hogy kevés dolog van objektívát fogni, mert a destroyerek folyamatosan ugrálni fognak, de a DDA-kat azért le lehet parkolni. Abszolút lövős sereg, szerteszét tud szedni, ez szerintem mondjuk a Knight-oknak egy elég szar meccsap lett volna, de nézzük meg, hogy ki játszik a Peti ellen. Azt mondja, hogy megjött Botond is, ugyebár hát Botond szintén egy nagyon jó játékos, ő alapjáraton orkokkal játszik, illetve most ciszterekkel szemezget. Orkot már nem kaphat, ciszter pedig nincs benne. Ő alapjáraton nem tiltott semmit, viszont a múltkor Dark Angel-lel játszott, úgyhogy azt nem kaphatja. Mondjuk Boti egyébként sem szokott soha tiltani semmit. Nézzük meg, hogy mivel vág neki ennek a nagyon csúnyán lövős, ugrálva lövős Necronnak. Na kérem szépen, Castodesekkel fog nekivágni, amit szintén Domának köszönünk meg nagyon szépen, hogy ideadja a Castodeseket. Ők ugye új vendég a tízsereg csatáján, szerintem még talán soha nem volt Castodes seregünk. Nézzük meg, hogy miből áll. Itt emlékszek Venetarikra, emlékszek egy Wardenre. Azt tudom, hogy full gyalogos lista, mint ahogy általában mostanában a Castodes. Nyilván Shield Host, természetesen Shield Host. Van benne egy Blade Champion, 5 darab Custodian Guard, 3 Alarus, még 3 Alarus, egy adag Warden, 5 fős, 3 Venetari, még 3 Venetari, 2x4 Witch Seeker objektíván állni nyilván, és van benne egy Inquisitor Draxus,
aki őszintén szóval fogalmam sincs, hogy mit tud. Ez a klasszikusnak mondható, vagy legalábbis most szerintem klasszikusnak mondható Custodes banda, ugye se motor, se drenya, se tank, se semmi, csak az acélkemény terminátorok. Gyalogságban jönnek, mennek, minden szétütnek, neves karakter nincs benne, Custodeshez képest szerintem meglehetően sok osztag. Ugye a Necron az a infantry gyilkos fegyverekkel hozta, ha jól emlékszem, a heavy destroyereket, úgyhogy azért a Custodesnek is azt tud fájni. Hát itt a kérdés az, hogy be tud-e érni a Custodes, hogy el tud-e előle úgy ugrálni a Necron, hogy ne érje el a cuccait, mert azért a Custodes az közelharcba szét tud verni bármit. Nyilván itt is azért mondjuk a monolittal lehetnek problémák, mert akkora ütőerő ebbe a Custodesben talán nincs, hogy a monolitot le tudja bontani, de egy monolittal meg nem lehet csatát nyerni, tehát ha minden más meg szétbont, akkor hiába van az a szép monolit, az nem fog eleget érni. Alapjáraton odaadnám a botonnak szintén, mert skill, elsősorban azért, mert a boton nagyon ügyes játékos, de a Petinek van egy ilyen, hogy mondjam, győzni akarása talán, tehát erősen motivált a győzelemben a Peti, úgyhogy biztos, hogy nem fogja könnyen adni az íráját, és mindent meg fog próbálni. Hát a World Eaternél egy elképesztően ellentétes sereget kapott, mert ez a Necron ez mindent akar, csak közel harcolni, nem? Viszont lőni meg nagyon tud, úgyhogy lesz azért a botonnak gondja a Custodes-ekkel, hogy ezt meg tudja oldani. Nézzünk egy hármas asztalt. Azt mondja, hogy megjött Szotyi is, aki alapjáraton ugyebár melyik az a dupla dumboltos fitfasz sereg? Ja igen, tudom már, a Thousand Sun. Igen, ő Thousand Sun játékos, nagyon szereti, hogy ezért mindenki utálja, úgyhogy természetesen ez mindenkinek a szájából teljesen jogos. Tehát utáljuk az összes Thousand Sun játékost, a balut különösen, de egyébként ez csak vicc, természetesen nincs ezzel semmi gond, hogy Thousand Sun-t játszik, illetve most már szerintem más seregen is gondolkodik, de azt most hirtelen nem mondanám meg, hogy mi a másik sereg, amit szeretne, de alapjáraton TS, ő nem szeretne Space Wolfot és nem szeretne Tyranidát, hát ezek még benne vannak, Szotyikám, de mindjárt megnézzük, hogy hát ha húzok egy ölt, amire nem mondtad, nagyon jó kis Dark Angel-ekkel fogsz tudni vitézkedni. A Dark Angel-ök. Hát a Dark Angel-ök az egy klasszikus Azrael-es, Hellblaster-es okoskodás. Kettő adag Deathwing Knight-tal, és be kell fejeznem a festését a Land Raider Redeemer-emnek. Ugyanis az is benne van, már szép csontszínű, csak még azért a detailek eléggé hiányoznak róla. Gyorsan erre is rápillantunk, mert így hirtelen csak ennyit jegyeztem meg. Azt mondja, hogy Azi, van egy Lieutenant with Combi Weapon, azt gondolom csak azért, hogy legyen valaki. Van egy Tech Marine, gondolom a Repulzort meg a Land Raider gyógyítgatni, meg plusz hitet adni. Kétszer-öt Deathwing Knight, hát ők még mindig kemények, mint a KC-le, csak ugye pontban egy kicsit már drágábbak lettek. 10 darab Hellblaster, akik most mondjuk ugye annyit gyengültek a legutóbbi update-nél, hogy most már csak akkor próbálhatnak meg lőni halálon, hogyha támadástól haltak meg. Tehát például amikor a saját plazmapuskájuk felrobban a kezükbe, akkor már nem tudnak lőni. Vagy hogyha ilyen úgynevezett doomboltokkal például szedik le őket, akkor szerintem szintén nem tudnak lőni. Illetve mondjuk gránáttól, tanksoktól, ilyenektől már szintén nem tudnak lőni. Tehát azért gyengültek a Hellblasterek, de ugye Azinak a Sustain Hitjével, meg a 4-es invújával még mindig nagyon jók. A Deathwing Knight-ok nyilván benne lesznek a Redeemerbe, kiszállnak belőle, egyből charge-olnak, szétütnek bármit, és nagyon nehéz őket levenni. Hát kíváncsi vagyok, hogy kit kap ellenfélnek, főleg seregbe, mert ezt a sereget, ezt nagyon nehéz levenni. Ugye alapjáraton a Redeemer meg a Repulsor mind a kettő olyan, hogy nagyon kemény jármű, és a Deathwing Knight az pedig beépítve a minusz egy damage-ivel, nagyon kemény osztag. A 10 Hellblaster meg 4-es invúval várakozva szintén olyan, hogy nem fogják csak úgy lefújni, illetve amikor bántják, akkor simán esély van rá, hogy jókora adag tűzerőt még a nyakába kap az, aki próbálja őket bántani. Nézzük, hogy ki a szerencsés játékos, aki ezzel megpróbál kiállni. Apapapap, egy kicsúszott, újra keverjük. Azt mondja, hogy
Kérlek szépen, Atreus drága, te ugyebár van az a, melyik ilyen mély növésű kis szarok, ami úgy néz ki, mint a Star Warsból lopott marin. Votan, ez az, te Votan játékos vagy. Nagyon örülök, Bencém, hogy el tudsz jönni végre játszani, mert ez kifejezetten, ugye mondta Bence, ez egy olyan játék lehetőség számára, amikor végre nem ilyen hundibundi seregekkel, hanem full metát lehet játszani. Azt mondta, hogy nem szeretne Taut és nem szeretne World Eatert. Egyik sem lenne jó szerintem, bár a Tau lehet, hogy le tudná lövöldözni ezt a Dark Angel-t, a World Eater szerintem nem járna jó vele. Mindjárt megnézzük, hogy mit kapsz. Egyébként a Bencének hogy is mondjam, gyógyulására azért azt tegyük hozzá, hogy most már Necron sereg felé kacsingat. Tehát a Tau és a Votan sereg után lesz neki egy rendes 40k serege is, aminek nagyon örülök, gratulálok hozzá előre is, Atreus. És nézzük, hogy most mit kapsz. Úgy szeretném a Tinaidát kapnál. Sziszter, igazából most Sziszter-t húznék neked, képes lennék kiborítani és kiszedni a Sziszter-t, csak azért, hogy játszanod kelljen vele, de sajnos a Sziszter-t nem szavaztátok be. Viszont kapsz egy nagyon fasz a kis Dark Eldart, amit nem tiltottál le. Hűha, és ez nem az ugrálós Dark Elda, hanem ez szerintem Real Space Raider Dark Elda. De ezt mindjárt megnézem. Szerintem nem a mi a tököm transportos detachmentet csinálták neked a srácok. Hát a Dark megy a Dark ellen, ez így teljesen fair és abszolút perfectly balanced. A DE, azt mindjárt megnézem, ez Ricsinek volt az agyszülménye, nyilván merül, nagyon sokáig Deldát játszott, van benne egy Lelit, 2 Arhon, 10 Kabalite Warrior, 10 Witch, és mi ő? Igen, Real Space Raiderek, Dark Angel-t nem is néztem, de gondolom Gladius, azt még hogy nézzem meg. Így van, Gladius a Dark Angel nyilván. A Dark Eldába azt mondja, hogy 10 Witch, 5 Incubi, még 10 Incubi, 5 Mandrake, 3x5 Scourge a nagy fegyverekkel. Szükség is lesz rá, mert ő inkább melee-be csak piciket tud ütögetni, annyira lőni nem tud. Nyilván van 2 Raiderünk Darklensekkel, amivel szintén azért lehet bontani, és 2 darab Venom. Na, hát akkor itt az lesz a buli, hogy a gyorsaság és a ide-oda rohangálás, meg a jó számos, de nem annyira erős melee, lövésben az, hogy ez viszonylag minőségi a Dark Elda, találkozik a megbonthatatlan téglákkal. Hát körbetáncolni körbe tudja a Dark Angel-t, az biztos. Kérdés, hogy sebezni majd mennyit fog tudni rajtuk. A Delda az mindig egy glass cannon, tehát ő abszolút olyan, hogy vékonynak tűnik és gyengének tűnik, mert T3, meg leesik, meg ilyen-olyan baja van, de nagyon nagyot tud csípni. Nagyon nagyot tud csípni közelharcba is. Általában úgy működnek az egységei, hogy én láttam, hogy valaminek neki, tehát jó dolognak kell neki csapni, és ha a jó dolognak, amikor neki csapod, akkor utána már nem annyira nagy baj, hogy meghal. A lényeg az, hogy te csapjad neki, és ne téged csapjanak meg, és akkor azért tud fájdalmat okozni. Kérdés, hogy ezt a Dark Angel ki fogja-e bírni. Alapjáraton ugye itt a Bence a rutinosabb, a Szotyi ő inkább a kezdőbb, vagy a kevésbé rutinos, de azért ő is sokat játszik, és ez a Dark Angel sereges szerintem nem bonyolult, hogy úgy mondjam. Illetve hát itt az Eldánál, az nem tudom, hogy az a... Aha, nincs meg neki az a relik. Ja, mert az nem is ebben a detachmentben van, amitől nem lehet overwatcholni az Arkonra. Mert ugye itt a Redeemer az hatalmasat tud kaszálni, amikor ilyen hármas testeket kell lefújkodni trilliárd darab erős lángszóró lövéssel. Úgyhogy arra Bencének majd nagyon figyelnie kell. Hát én egy erős döntetlent mondanék, mert a Dark Angel-t ezzel az Eldával szerintem nehéz megölni, aztán persze pontba egyébként le lehet verni, mert a Dark Angel az viszonylag szarul szkórol, mert nem nagyon van sok unitja, amit el tud dobálni arra, hogy szkórolgasson, talán csak a scoutok. Úgyhogy szerintem a Bence jobban tud pontot írni, már pedig ügyes játékos, tehát ő megtanult azért már pontot írni, és ezt talán elviheti az ő oldalára egy kicsit, de alapjáraton szerintem a Dark Eldák meg fognak szenvedni ezekkel a Dark Angel-ökkel. A Bencét mondanám esélyesebbnek, mert jobban tud szkórolni. Nézzük a negyedik asztalt. Még nem jött ki a Tau. Kicsit. Na. Itt jó Horváth Laci, aki a múltkor szerintem ork... Nem, ő tiltotta az orkokat.
nem Orkal volt a múltkor. Volt itt a múltkor is szerintem, és nem Orkal volt. Úgyhogy megnézzük, hogy mit kap. Nyilván Orkot már nem kaphat. Kap helyette. Ez olyan kevés van benne, olyan kevésnek tűnik. Na, kap helyette egy másik ilyen verekedős, mind megeszlek című történetet. Ez egy tiranida. Ez szintén a Ricsinek szerintem az agymenése, amit összerakott. Egy rohadt undorító tiranida lista, ez valamennyire nyilván én is értek, mert seregem ugyanida. Ha jól emlékszem, egy Invasion Fleet-et rakott össze, ami kifejezetten csak lőni akar, de azt valami kegyetlen mértékben csinálja. Illetve nagyon csúnyán belemászik a szádba mindeközben. Én egy dereng most hirtelen 3 darab Maleceptor, meg 2 darab Exocrine, ami már alapjáraton is egy bah sereg, hogyha Nidáról van szó, és most miért nem látom egyébként? Tau, SV, DA, DL, Necron, VE, 1, 2, 3, 4, 5, itt van, basszus, nem kiveri a szemem, mindegy. Azt mondja, hogy igen, van egy Invasion Fleetünk, van egy Death Leaperünk, aki nyilván a pontértékért kötelező, és tök jó, ha van. Van egy sétálós Tyrantünk, 5-ös Field OP, 4-esre vált, hogyha megsérül. Van egy Neuro Tyrant, ami szintén must have, nem tette bele a zoákat. Van 10 Gargoylunk, scoringolni tök jó, meg cage-be rakni az ellenfelet, 10 Termagant, szintén scoringolni. 2 darab Lictor, bejönni, karaktert megölni, scoringolni, és van benne 2 Exocrine, meg 3 Maleceptor. Na most, ha ez egy olyan sereget kap ellenfélnek, aki nem tud jól 10-es toughness-ű szörnyet bontani, akkor arra kell felkészülnie, hogy rommá lesz lőve. Ugyanis a 2 Exocrine nagyon szereti azt csinálni, hogy 2 ellenfelet ugye megjelöl a 2 Maleceptornak, vagy a 3 Maleceptornak, amit aztán a Maleceptorok széttépnek. Ugye itt S9-es, S10-es, AP-2-es, AP-3-as fix 3-akat sebző lövésekről van szó, amire valószínűleg vagy egy sustainjük, vagy egy letáljuk lesz, és az egyeseket újra fogják dobálni, mert az Exocrine megjelöli őket. A többiek meg azért vannak ugye a Tyrant, hogy fossa a CP-t, tehát hogy tudjon tokenből adogatni magának különböző stratagemeket. A Death Leaper meg nagyon jó arra, hogy karaktereket kapkodjon ki, illetve kisebb osztagokat szét tud szedni. Ez egy csúnyán, hát ez egy kalapács, tehát ez egy csúnyán hatékony tiranida lista, ami szét tud verni mindent, hogyha nagyon szeretne. Mindjárt megnézzük, hogy ki lesz az ellenfele. Azt mondja, hogy Szabi, Varga Szabolcs. Ugye Orkot tiltott nyilván, mert a Stompa is a bad choice, illetve a Space Wolfot nem szeretné még. A Szabinak egy ilyen zsigeri gyűlölete van a Space Wolfokkal szemben. Jó, ezt nyilván nem mondom, mert nincs ilyen a közösségben, de nem nagyon komázza a kiskutyákat. Alapjáratom meg az Orkot már ugye tiltotta is, úgyhogy nem is kaphatná. Na megnézzük, hogy húzunk-e neki egy taut, hogy mégiscsak jó legyen, mert ő legalább nem tiltotta a taut, Szabikám, nagyon büszke vagyok, hogy nem tiltottad a taut. Na, tessék, tessék, így legyen ötösem a lottón, itt van a kezemben, kaptál egy nagyon fasz a taut. Taut istát értékelni számomra az mindig olyan, mintha nem tudom, úszás tudás nélkül akarnám átúszni a Balatont. Tehát vicces és izgalmas, de nem igazán hatékony. Azt láttam, hogy van benne 2 hammered, ugye ez Duci követte el, és neki nagyon szépen köszönjük a Tau sereget, hiszen beszavaztátok őket. Tau, itt van. Kaujon, jelentsen ez bármit, szerintem ez az, amelyik a csata végére tud be sustain hitelődni, vagy valami ilyesmi. Commander Farsight, Dark Strider, azt utálom, mert az valamiért nem megölhető, mert mindig elbújik. Cadre, Fireblade, Commander in Enforcer, Butler Suit tele van karakterekkel, Death Leaper imádni fogja. Van 20 darab Breacher, 10 darab Pathfinder, 3x3, tehát 9 Stealth Suit, 2x3 Crisis, és 2 Hammerhead Gunship, és 2 Devilfish a kisembereknek 2 Transport. Ezt én nem igazán tudom tényleg értékelni. Ami biztos, hogy sokan van, ami a tiranidának nem rossz, ami a tiranida ellen relatíve jó, mert a tiranida ebben a listában viszonylag kevesen van. Ami szintén talán jó, hogy itt a railgunok, amik talán húzósak, amik jól tudnak szörnyet levenni,
A Crysisoknak a plazma rifle-je, az nem tudom, hogy mennyire bont jól szörnyet, de szerintem 5 pluszon ütögeti, úgyhogy annyira nem. A kicsik azok meg csak karcolgatni fogják, tehát itt szerintem arra kell építeni a Szabinak, hogy pontba meg kell próbálni a Tiranidát valahogy megfogni, meg kell próbálni kijátszani. Nagyon sok pici teste van arra, hogy csinálja ezt a dolgot. Olyan szempontból ez wet dream a Tiranidának, hogy nyilván be tudja választani a... Bár nem biztos, mert ugye a Crysis az vehicle, a stealth suit az talán infantry, ugye? Igen, az infantry, oda vagyis mondja, elolvasnám, akkor oda van írva. Tehát van benne viszonylag sok infantry, amiről ugye ő tud kérni egy 100 tényt, viszont van benne 1, 2, 3, 4, 5, 6 vehicle. Kérdés, hogy a letál jobban megéri-e. A tow vehicle-ök szerintem szintén azért ilyen S10 vagy fölötte vannak. Talán, gondolom. Mindjárt megnézem, ha már itt van. Most tanulunk, együtt tanulunk taut, jó? Nem itt a szeretnék ilyet csinálni, de mindig érdekes a Crysisnak. Mi ez? Ő csak toughness 5, az nem annyira jó, mert azt 2 pluszra verik be, vagyis hát 3 pluszra és 2 pluszra. És T10 a Hammerhead, és gondolom a... Csak T9 a Devilfish. Hát, apukám, akkor ez fájni fog. Ez fájni fog, mert az Exo 9-el lő, a Maleceptor meg 10-zel, úgyhogy borulni fognak a dolgok elég rendesen. Meg kell próbálni, itt is azt mondom, ugyanaz egy kicsit, mint az előbb, hogy mint a Dark Angel, a Dark Elda, a Tiranidát szerintem leverni nem bírja, mert nincs annyi damage-e, nincs annyi megfelelő fegyvere ahhoz, hogy levegye, viszont körbe tudja ő is táncolni, bár van elég sok pici teste ahhoz, hogy objektívákat lopjon el, hogy több helyen jelen legyen, és ha ki tudja venni azt, amit ezzel a sereggel ki lehet, a többit meg feltartóztatja valahogy, tehát bekötögeti, ugye ennek a Tiranida seregnek egy hatalmas hátránya az, hogy nem bír ütni. Nem bír ütni, nem tud fallback shootolni, illetve rengeteg fegyvere van, ami blastos. Elsősorban az Exoc meg a Maleceptor az mind a kettő blastos, tehát ha bebírod kötni, nem baj, hogy nem bántod, vagy nem baj, hogy nem tudsz benne kárt tenni, a lényeg az, hogy elveszed a lövését. És onnantól fogva közelharcban meg nagyon keveset tud csinálni ez a Tiranida lista, úgyhogy szerintem bármilyen meglepő, de itt a Szabolcsnak az lenne a megoldás, hogy rámegy a Nidára, és megpróbálja a transporttal meg ilyen értéktelenebb dolgokkal bekötögetni, a serege többi részével megírogatni. Ha bebírja szorítani, ha elég gyors hozzá, akkor ez talán megoldható, viszont ha meg a Tiranida tud lőni, akkor 3 kör alatt ezt a tau sereget ugye, ahogy van, elfüstöli, de lehet, hogy elég kettő is, hogy a nagy részét elfüstölje. Alapjáraton nyilván a Tiranidának adnám, mert hazabeszélek, és Tau ellen meg bármikor szívesen beszélek. Játékosok skillje, az sem annyira döntő itt. Hát mondjuk azt, hogy megnyeri a Tiranida, mert mégiscsak. Mert kicsit hagynék bogármániás, úgyhogy ezt a Tiranidának adnám, de meglátjuk, hogy mi lesz. Kiesett a Tau, boldog vagyok, szerintem most már rossz kombináció nem lehet benne a zsákokba. Aztán maximum majd lesz. Ötös asztalon pedig megérkezik Doma, akitől most 2 sereget is kaptunk, ugye a Knight-okat és a Custodes-eket nagyon szépen köszönjük. Ő a Custodes-t és az Orkot tiltotta, mind a kettő már kijött, úgyhogy nem lehet elvileg probléma. Kérem szépen, jön neki egy nagyon király farkasfalka. Itt a Peti ennél gondba volt, amikor ezt rakta össze, mert ugye nekünk nincs meg az a klasszikus hozom a világ összes Thunderwolf kavariát Space Wolf listánk. Úgyhogy ez nem ment. Elég sok, hát 3-4 darab szerintem proxy lesz belőle Dark Angel-ből. Azt tudom, hogy ezt a Peti rakta össze, azt nem tudom, mondjam, hogy Gradiusba rakta, vagy berakta a Rassosat. Hol van? Van benne 2 drenya, van benne Wolfen, nem, Stormlands-be tette őket. Azt mondja, hogy Bjorn the Flailhanded vezeti, akkor van egy Ragnar Blackmare, van egy Cyberwolf, van Wolf Butler Leader Thunderwolfon, tehát lovasvezér, van 5 darab Assault Intercessor, 2x5 Wolfen, 6 darab Thunderwolf kavar ide egybe. Van 2 Redemptor drenya, mind a 2 Gatling kanonok, makroplazma incident, mind a 2 plazmával, bocsánat, és van egy vindikátor, ebből az egyik Redemptor biztos, hogy proxy lesz, vagy hogy zöld lesz, nem lesz proxy, mert zöld lesz,
és a Vindikátor is biztos, hogy zöld lesz, meg talán még az Asszaut intercesszorok is kicsit zöldek lesznek. Alapjáraton, ja, hát ez verekedni tud, meg a denyák miatt azért valamilyen szinten lőni is. A Wolfenek nyilván még mindig egy, bár persze lehettek borzasztóan nerfelve ezekkel az új műanyag kalapácsokkal, amiket kaptak a légi Thunderhammer helyett, de azért még mindig jelentős fegyvertények. A 6 darab Thunder Wolf kavari az még mindig tud ütni nagyon, nyilván vezeti őket a góré. A Redemptor denya meg a legjobb denya. Tehát az szerintem a Brutalis Ballistus Redemptor párosból, tehát az új Space Marine denyákból egyértelműen a Redemptor a legjobb, a mínusz egy damage-el nagyon jól életbe tud maradni, a plazmával veszélyes a lövése, közelharcban nagyon tud ütni, és ugye mindig rajta van az Onslaught Gatling Cannon, meg a többi kisebb fegyver, hogy ne csak nagy dolgot tudjon bontani, hanem azért valamennyire picit is. Úgyhogy igazándiból ez a sereg nem azért jó, mert Space Wolf, hanem azért jó, mert Space Marine, és van benne némi Space Wolf is. És akkor nyilván, ha tudnám és megjegyezném, és nem csak a dumára figyelnék, akkor tudnám, hogy mi van, és mi a vége, biztos, hogy a Martin jön, Szalai Martin, szerintem ő most éppen itt kint játszik, ő alapjáraton Thousand Sun és Démon játékos, nem szeretett volna World Eatert, és a World Eatert még nem húztam ki, és nem szeretett volna Taut, ami már oké. Okay. Jó, akkor nézzük meg, hogy kap egy jó World Eatert, amit ugyebár nem kaphat. Hát szerintem a legegyszerűbb talán az lenne, ha megfognám őt és kicserélném. Talán nem haragszatok meg érte. Ugyebár most a World Eatert ki kéne dobni azok közül, akik nem tiltották le a World Eatert, hogy ki kapja meg, de a többit már olyan szépen elmondtam. Srácok, hadd csináljuk már meg azt, hogy ezt a kettőt, amit most kihúztam, utána lehet óvni, meg minden ilyesmit csinálni, ezt most egyszerűen fogom magam, és ha a Doma nem tiltotta le a World Eatert, nem, mert Custodes és Ork, akkor kicserélem. És akkor annyi történik, hogy amit elmondtam, az a Martinra lesz igaz, ugyanis akkor ő kapja meg a farkaskákat. Klik. És a Domára pedig az lesz igaz, hogy akkor ő most kipróbál egy World Eatert, ami ugye szintén éles ellentétben van, hát relatíve jól mondhatjuk, hogy bár a Custodes nyilván kicsit hasonlít, de annyira azért a Custodes nem vadállat, mint a World Eater. Az is szeret nyilván előre menni és életbe marad. A World Eater az meg csak előre szeret menni, de nem marad életbe. És mindjárt megnézzük, hogy mi van benne. Én emlékszem, kérlek szépen, Angronra, és rengeteg 8-bound volt, ha jól gondolom. Igen, van benne Angron, van benne Karn, van benne Lord Invocatus, 2x10 sakál, 5 Korn Berserker, hogy gondolom Karnnak legyenek barátai, és 3 sima 8-bound, meg 6 és 3 Exalted 8-bound. Jó, ezekről nincs mit mondani, a sakálok ugyebár objektíváznak, a többiek mennek előre és vernek szét mindent. Igazi ész nélküli klasszikus World Eater sereg, rengeteg scout mozgás gondolom, amit az elején elnyom, aztán utána beszaladás és szétverés. Szerintem ez olyan szempontból egy nagyon király kis párosítás, hogy a Space Wolf is azért szeret verekedni, és nincs szebb látvány annál, mint amikor Korn Berserkerek meg Eightboundok birkóznak Wolfenekkel. Tehát mind a kettő körülbelül a közelharcnak a megtestesülése, az egyik a Chaos oldalon, a másik meg a Space Marine oldalon, úgyhogy elnézitek nekem talán ezt a kis cserebelét. Ezzel ki is alakult akkor az öt asztalunk szombaton. Screenshot, valahova kirakom ide nektek, addig összetűzködöm és beszélek valami tök random témáról, ahogy szoktam. Legyen ez mondjuk a narratív kampány, amiről talán még nem volt szó, mert nagyon átszaladtam rajta, amikor az elején beszélgettem. Ugyebár indul jövőre egy narratív kampányunk, aminek azért nincsenek event napjai, mert ez egy olyan narratív kampány lesz, ahol a játékosok nem kifejezetten saját sereggel jönnek, tehát nem úgy neveznek be, hogy én vagyok a kis Pista és fogok hozni egy ork sereget, hanem narratívát írok, ez egy Crusade-ből indul ki, a Nemex rendszernek a történetéből, a The Point of No Return-ből, amit még annó én két kiadásra ezelőtt vittem
16 fővel a TLK-ban akkor még nem volt HQ megjelent, ilyen, ezek csak ilyen kis gondolatok voltak, hogy úgy mond, hogy talán ilyen lesz majd egyszer. És ezt fogjuk tovább vinni, és ennek az a lényege, hogy vannak frakciók, szerintem most talán 17 frakció van benne, amiknek a története az szépen attól függően, hogy hogyan alakulnak a csatái alakul. Vannak benne mindenféle ősök, írok hozzá mindig narratívát, hogy mi történik, kinek milyen feladata van, és ez alapján ezek a frakciók csatároznak, és azok a játékosok, akik meg jelentkeznek erre, azok belebújhatnak úgymond egy-egy ilyen frakciónak a bőrébe. Mindig lesz majd egy lehetőségük, ez két hónapig fog tartani egy forduló, hónap elején meg lesz hirdetve, hogy ki kivel csatázik, és hát remélem, hogy semmit nem kell variálni, mindegy, most már itt csinálom. És a hónap elején a játékosok megmondhatják, hogy hova szeretnének, melyik frakcióval szeretnének játszani, melyik összecsapás szimpatikus nekik, és a lényege az, hogy miután lement az első jelentkezési kör, hogy melyikkel szeretnének játszani, nyilván lesz olyan frakció, aki nem talál játékosra, akkor azok a játékosok, akik már az elsőbe választottak valamit, választhatnak második körbe is, aztán választhatnak harmadik körbe is. A lényege az lesz, hogy azok a játékosok, akik intenzíven és szeretnének sokat játszani különböző frakciókkal, vagy tetszik nekik a történet, vagy befolyásolni szeretnék, ők majd több csatát is le fognak tudni játszani, nem csak egyet, hanem elmehetnek különböző frakciókkal játszogatni, illetve ugye itt nem lesz fix időpont. Tehát ezt úgy szeretném megcsinálni, hogy akár egy hétköznap délután, akár ezeken a Bohém Hammer napokon bármikor be lehet állni, azt lehet mondani, hogy akkor megbeszélem az ellenfelemmel, hogy nem tudom, kedd este ezt lejátsszuk, és akkor kedd este ide jöttök és lejátszatok. Én felrakom persze ezek, de nagyon gyakori lesz a custom terep, nagyon gyakori lesz a custom küldetés, custom pontszám, de természetesen hozhatod a saját seregedet is, hogyha olyan frakcióba álltál be, vagy olyan frakció bőrébe bújtál be, amire van sereged, és hozhatod a HQ-s seregeket is, mert tudunk abba segíteni, hogy a HQ-s sereget így próbáljuk meg minél inkább betolni úgymond a köztudatba, tehát hogy hasznunk is váljon belőle, hogy vannak, hogy használjátok őket, hogy abból is lehet majd sereget kapni, illetve ugye itt fontos, hogy van egy úgynevezett AI, aki én leszek, aki pedig meg tudja azt oldani, hogy amennyiben nem lenne ellenfelet, tehát egy olyan frakciót választottál ki, aminek az ellenfél frakcióját nem választotta senki, akkor azokat a csatákat pedig én fogom veled lejátszani, és így akkor nem lesz olyan elvileg, hogyha már legalább egy valaki eljön, akkor egy olyan csata se lesz, ami elmarad, hanem mindegyiknél én, hát nyilván a saját skill szintemen megpróbálok majd valamilyen fajta ellenállást kifejteni, és talán ennyi a narratív kampányról. Mi pedig akkor térjünk át a vasárnapi napra, ahol még csak 9-en vagytok, de ez reméljük változni fog, mert különben nekem kell beállnom, és tudjátok, hogy én a saját eventemen nem szeretek játszani, csak ha mindenképpen szükség van rá. Azt mondja, hogy Horváth Zoltán Vuki, Dark Angel és Orkot nem szeretne, Vuki szintén egy feltörekvő ifjú játékos, volt már nálunk, rengeteget segít, és mindig felajánlja a segítségét mindenben, ezt tökre szeretem a Vukiban. És nézzünk neki egy nagyon király sereget. Vukikám, nem tudom, mit szeretné, remélem azt húzom, mert tényleg imádlak, szeretlek, csókollak. Azt mondja, hogy nyilván nagyon szerettél volna egy Imperial Knight-ot, vagy legalábbis nem utáltad, mert nem írtad le, hogy azt nem szeretnéd. A sereget még egyszer ugyebár nem mondom el, mert az előbb hallottátok, két nagy Knight, Helverin, meg egy Warglaive, meg a Navigátor. Gyorsan nézünk neked egy ellenfelet mindenre, az egyes asztalra. Ki szeretne Knightot vadászni? A Necront nézném meg ellene, meg a Tiranidát egyébként. Na, nem nézünk bele. Azt mondja, hogy ho-ho, itt jön a csapatvezér, vagy mit ököm, aki vezeti a bajnokságot, Karesz. Karesz azt mondta, hogy nem szeretem Orkot és Dark Eldát, minden esély megvan rá, hogy ezt kapjon. De nyilván akkor visszateszem, és mást húzunk. Már is kap a Karesz egy jó orkot, amit nem kap. Aztán második nekihúzakodásból, második szándékból kap egy jó Dark Angel-t. Dark Angel-vel szerintem ő már játszott, illetve Dark Angel ellen szerintem a múltkor játszott. Talán pont ellenem. A Cortázon Szannal volt, és éppen, hogy csak egy paraszt hajszállal sikerült megvernem. Karesz egy érdekes jelenség, mert ő ugyebár csak nálunk játszik, és csak 10 sereg csatáján. Tehát, ha jól tudom, neki még mindig nincsen serege.
hanem valami nagyon szereti ezt a rendezvényt, amiért tökre szeretjük, hogy ő szereti ezt a rendezvényt. Mindig eljön hozzánk, és itt mindig próbálgatja a seregeket. Meglehetősen ügyesen, hiszen hát ő vezeti a ranglistát jelen pillanatban a tízsereg csatáján. Úgyhogy egyrészt azért, mert minden alkalomra eljött, másrészt azért, mert általában azért győz. Úgyhogy ügyesen tolja. Megnézzük, hogy mi lesz a Dark Angel-ökkel. Hát, ja, ott az a baj a Dark Angel-lel megint, hogy a tűzerő az abszolút nem optimális a Knight-ok ellen. A kicsiket a Knight-ok lebírják ütni. A Hellblaster az abszolút nem jó annyira a kicsi ellen se, a nagy ellen meg teljesen nem jó. A Repulzornak a lasztalonja az nem fog nyarat csinálni, illetve hát a Redeemer is lángszoróval jött, tehát a Knight-nak ez szerintem szintén nem egy... Vagyis a Dark Angel-nek ez nem egy jó matchup, viszont még mindig benne van az, hogy őt továbbra is nehéz leszedni. Itt mind a kettőnek nagyon kevés unitja lesz skórolni. Mind a kettő harcolni tud, vagy harcolni akar. Talán itt, ami megoldás lehet, hogyha a Dark Angel le tudja szedni a kicsiket. És talán akkor a két nagyja már nem bír annyi pontot megírni a... Tehát itt azt gondolom, hogy unit előnybe kell kerülnie a Dark Angel-nek. Ki kell használnia azt, hogy vannak olyan eszközei, amivel a kicsiket szétbírja szedni. A nagy ellen annyira nincs eszköze, de hogyha leveszi az összes kicsit, akkor szerintem pontba már meg tudja verni a nagyokat. És a Dark Angel-nek a legendás toughness-e, hogy mondják ezt, szívossága, az talán átsegítheti a dolgon. Itt azt mondanám, hogy a Karesz ezt a Dark Angel-lel talán meg tudja oldani. Aztán nézzünk egy kettes asztalt. Kérem szépen, megérkezett a Horváth Bence is. Bencli. Ő a Necront tiltotta, mert ugye az ő Necron figuráiból, nagyon köszönjük egyébként a figurákat Bence szokás szerint, az ő Necron figuráiból áll tulajdonképpen a Hákmusereknek a 75%-a. Ez is, ami most össze lehet rakva. Nem kért Necront, nyilván nem kap Necront, kap helyette egy jó Space Wolfot. Ez a szintenséget nem mondom el újra, ugyebár a dupla drenya, a Vindikátor, Adaglovas, meg a két Wolfen. Tud egy kicsit ütni is, tud egy kicsit lőni is, tud egy kicsit szkórolni is, szerintem egy teljesen jó sereg. És nézzünk neki egy ellenfelet. Azt mondja, hogy... Torma, szintén egy veterán HQ-ba járó. Szerintem ő csak azért nem jár még ennél is többet, mert ugyebár külhomba dolgozik, és nyilván csak akkor tud jönni, amikor éppen itthon van, amikor megbírja oldani. Ő alapjáraton, azt nem mondtam, a Bence az ugye Necron játékos nyilván, a Torma pedig Blood Raven játékos, tehát Space Marine játékos. Ilyen szempontból a Wolf relatíve ismerős lesz neki, mert Space Marine unitokból áll. Ő nem szeretne Deldát és Tiranidát. Ha jól emlékszem, Démont se szeret, de az ugye most nincs, azt nyilván azért nem tiltotta. Hát pedig a bogár az menne hozzád, menne rád a bogár, de nem tud rád menni a bogár, mert lerázod magadról a bogarat. Pedig olyan kis édesek, nem tudom, mi bajod van velük. Azt mondja, hogy na, és mit szólsz egy jó ork sereghez? Te azok közé, a kevesek közé tartozol, akik az orkot nem próbálják kerülni, hanem bevállalják nagy erőkkel. Space Wars Work, hát erről többet nem is kell beszélni, ugye ez egy szintén klasszikus matchup, a Wolfok ütik-verik a gombákat. Ja, ezt szerintem az Ork le tudja egyébként hozni, mondjuk a Bencénél azt jegyezzük meg, hogy ő a Necronnal már nagyon jól kikupálta magát, és azzal nagyon ügyes, szerintem más seregekkel is relatíve ügyes, úgyhogy skillben talán kicsit jobb, mint a Torma. Kérdés az, hogy ezt a Space Wolf listát mennyire tudja egy ork counterelni. Hát szerintem ha az ork jókor tud rohamozni, akkor a wolfeneket is széttépi, meg a farkaslovasokat is. A drenyákat már kicsit nehezebben, de az a krét drenya meg nem tudja megnyerni a csatát magába, ahogy van. Úgyhogy én ezt alapjáraton sereg szinten az orknak adnám, játékos szinten meg a Bencének. Mondjuk azt, hogy az ifjúi hév és az ifjúi becsvágy, az hát, ha kitör majd ebből a csatából, úgyhogy akkor legyen a Bence, a Wolf megveri az orkokat, de nem lesz egyszerű, és nagyon kell figyelnie, hogy mit rohamoz, mikor rohamoz, és a trák neki nagyon nagy baj.
Mert ugye ha a trackokat rohamozza be, és azokat kezdi el megütögetni, akkor ami kijön belőle, az megöli. Tehát, hogyha életbe tudnak maradni a trackok, és jó helyen tudják kitenni a bent lévő gyalogosokat, és azzal tud a torma rohamozni, akkor a bencének nagyon nehéz dolga lesz. Nézzünk egy hármas asztalt. Van itt egy Donner Zoltánunk, aki Taut és Dark Eldart tiltott le. A Taut meg tudom érteni, és érdekes mondom, a Dark Eldart sem szeretitek annyira. Nem tudom, hogy azért, mert ilyen gaszkalon és nehéz vele játszani, vagy csak úgy nem annyira szimpatikus a frakció. Megnézzük, hogy mit kapsz. Kapsz egy jó World Eatert. Hát, ha a lövöldözést nem szereted, és azért nem kérted a Taut, akkor ez a tied, mert ez abszolút nem lő. Glaskalonnak nem annyira Glaskalon azért a World Eater, mint a Dark Elda. Viszont jóval kevesebb unittal operál, és nagyon kell figyelnie neki is annak, hogy a rohamokat ő tudja elkapni, illetve hát nyilván Angron az mindig egy Jolly Joker, hogy... Én esküszöm, én úgy játszanék World Eatert, hogy Angrot megöletném minél hamarabb, tehát menjen előre, öljön meg valamit, dögöljön meg, és lehetőleg a második körbe jöjjön vissza, de legkésőbb a harmadikba. Nem tudom, ez mennyire valid World Eater stratégia, én biztos, hogy nem óvatoskodnék vele, mert nem félteném. De ezt World Eater játékosok nyilván jobban tudják, mint én, hogy minél több esélyem legyen visszahozni. Angrom mindig egy ilyen wild card, azt nem lehet tudni, hogy mi lesz vele. Az 8 bandok azok azért nagyon kemények. A sakálokkal tudsz objektívázni, és Kár meg a berzerkerek meg tök aranyosak. Azokat általában egy Rhino-ba szoktam látni, mert ugye addig Kár nem baszogatja őket, amíg bennülnek a Rhino-ba, ha jól emlékszem, mert ugye a transportba ülve kikapcsol a szabálya, és ki szoktak rontani valahova, aztán valamit szétverni, de ez egy másfajta koncepció, ez az 8 bandokra épít. Nézzük meg, hogy belenéztem megint, úgyhogy kicsit elfordítjuk. Ki lesz az ellenfele Zolinak? Jaj, de sok hosszú mindenség van itt. Megjött el is, nagyszerű. Ork, Dark Eldar, Space Wolf, azt a válogatós mindenit a világnak. Ebből szerintem egyébként az Orkot és a Dark Eldart tiltotta, a Space Wolf-val meg szerintem játszotta, de a legutóbb. Ő is nagyon sokat jár, és szerintem is azt érzem, hogy inkább akkor nem jön, ha nem tud. Tehát nem azért nem jön, mert nem szeretne, hanem mert éppen nincs rá lehetősége. Mindjárt megnézzük, hogy mit fog kapni a Dell. Kérem szépen, ezt már kapta, szerette, akarta, kérte, kívánta, úgyhogy újra Tiranida leszel. Biztos vagyok benne, hogy még annó kacérkodtál is vele, hogy legyen Tiranida sereget, ha jól emlékszem. Legalább egyszer biztos, de szerintem már kétszer is megkaptad őket ti is seregen. World Eater ellen. Hát ja, ezt a World Eater szerintem be fogja szívni csúnyán. Ugye itt egyetlen esélyed van az, hogy amit az előbb is mondtam, a Nida ellen be tudod őket kötni, és talán akkor nem tudnak lőni. Ha hagyod őket lőni, akkor az 8 bandokat ez a Tiranida sereg kivégzi gond nélkül. Angron ugye T11, azt fölfele üti a Maleceptor is, meg fölfele üti az Exocrine is, de szerintem tudnak annyit sebezni, hogy levegyék. A minden kicsit meg, ami van, azt meg felejtsd el. Itt ugye a Nidának ideális az, hogy szinte csak gyalogosaid vannak, tehát full sustain hitbe fogja nyomni, mint az igazi kretének. Ja, el kell érned, mindenképpen el kell érned ezt a Tiranidát. A Laci, te meg azt old meg, hogy screeneld ki a World Eatert, tehát dobjál eléjük Gargoyle, dobjál eléjük Lictor, dobjál eléjük bármit. A lényeg az, hogy ne bírja a nagy szörnyeket bekötni, és akkor viszont full blastokkal, full sustain hittel szerte szét fogod tudni lőni a seregét. Alapjáraton én ezt szerintem egy Nidával ügyesen játszó játékos ezt megoldja, úgyhogy ja, ezt odaadnám alapjáraton a Dell-nek, de nagyon sok múlik azon, hogy a World Eater be tud-e menni. Ha be tud menni és az Exocrine beköti, a Maleceptort is nyugodtan közsd be, mert az, hogy nagy karma van, az senkit nem érdekel, attól még közelharcba egy kalap. Jó, nyilván nem akkora kalapszal, mint az Exocrine, de nem közelharcra van kitalálva a Maleceptor. Maleceptor azért veszélyes közelharcban, mert nagyon nehéz levenni. Tehát bekötöd, oké, hogy nem üt meg, viszont mivel T10, sőt, ő T11 szerintem, van 14 wundja, van 4-es invúja, ezért baromi nehezen tud rá ugye tenni egy 5 pluszos filnópaint, vagy ingyen, vagy 1 CP-ért a Tiranida, baromi nehezen veszed le, tehát beleakadsz, még egy komolyabb millió osztaggal is, jó eséllyel beleakadsz,
és nem biztos, hogy lebírod szedni. Na kérem szépen, megjött ugyebár Balú is, aki jelenleg szerintem a második helyezett, és azt mondta, hogy ő nem tilt semmit. Hát az a csúnya sereg, amit te szeretsz, Balú, ez az úgynevezett Doomboltos sereg, már mondtam egyszer a nevét, bár nem akarom többször kimondani, mert ez ilyen blaszfémia, úgynevezett Thousand Sun, az most ugyebár nincsen. DG sincsen, ami neked a másik sereged. Úgyhogy kaphatsz még, de kaphatsz még, mindjárt megmondom, mit kapsz még. Dark Angel-t se kapod, pedig az ellen sokat játszottál, mert nem sokat játszottál. Tiranidát se kapod, viszont kipróbálhatod, ezt megérdemled, bazd meg, ezt megérdemled a Dark Eldát. Na, most megtudod, hogy milyen az, amikor nem bírják ki a kis fitfasz unitjaid azt, amit kapnak, mert a DG-nél meg a Thousand Sun-nál azért megszoktad azt, hogy ott a TS Terminátorokat, Magnuszt, a Mutalit, mit tudom én micsodát, az baromi nehéz leszedni. Illetve a DG-nél már megszoktad, hogy mindent baromi nehéz leszedni. Na, ez az éles ellentéte mindennek. Ez egy nagyon éles kés, ami baromi törékeny. Hát mindjárt kiderül, hogy ki ellen játszol egyrészt. És megnézzük, hogy mit kapsz. Neked szerintem a Dark Angel fájna nagyon. Az szerintem egy kifejezetten rossz. Az ork is lehet, hogy fájt volna. Azt mondja, hogy Szabó Balást fogod kapni. Balázsom, te azt mondtad, hogy nem szeretnél Dark Eldát, Imperial Knightot és World Eatert. Ugye World Eatert már nem kaphatsz, Imperial Knightot nem kaphatsz, a Dark Eldá meg szembe fog jönni, ahogy az törvényszerű is. Megnézzük, hogy mit fogsz ezzel szembe vezetgetni. Kérlek szépen, te fogod vezetni a Custodest. Ó, ez egy nagyon szép matchup. Ez egy nagyon szép matchup. Ha valami ellen a Custodestnek jó a lövése, az kifejezetten szerintem a Dark Eld. Úgyhogy, ja. Hát, való, ez nem lesz egyszerű, mert a Custodest nehéz levenni. Van megfelelő mennyiségű támadás számot szerintem, hogy megoldjad. Nagyon jó kell megválasztani, hogy mit szaladsz be. Relatíve sokan van a Custodest, viszont kevés modellel, ami talán a Dark Eldának jó, mert ő ilyen burst damage-eket nyom, amit a nagyobb dolgok ki tudnak esetleg bírni, de a kisebb dolgokat azért lebírja szedni, még egy olyan szívós cuccból is, mint a Custodest. Alapját ugye a való jó játékos, skilles játékos, erre azt mondanám, hogy ez is egy ilyen döntetlen szagú dolog, én bízok a valóba, úgyhogy odadom neki, de nem lesz egyszerű a Custodest-eket elintézni, mert ha jól megy a négyes invú, akkor le fog róluk minden pattogni. És alapjáraton a Dark Eldának nem megy annyira jó. Nyilván megpróbálhat őt is, és megpróbálhatja körbe táncolni, de azért a Custodest azt tud teleportálgatni, úgyhogy le tudja valamennyire követni, és nem is annyira félelmetesen lassú, és elég sokan van ahhoz, hogy mindenhol jelen legyen kb. A pályán. Érdekes lesz, jó csata lesz, mindenképpen jó csata lesz. És akkor nézzünk még egy ötös asztalra egy Duci Maxot, aki nem tiltott semmit. Remélem, ezt jól írtam fel. A Duci általában leszokta szerintem a sajátját tiltani, és ahogy látom, simán lehet, hogy megkapja a Tau-t. Az már biztos, hogy Tau ellen játszik, ha nem kapja meg, akkor is. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy sokat tud majd annak segíteni, annak a szerencsétlen nyomorútnak, aki a saját seregével kénytelen majd a Duci Max-szal megbirkózni, aki az egész koncepciót meg a sereget kitalálta. De nézzük meg, mert hogy ő kapja meg. Nem. Ő megkapja a Necront. Megkapja a Necront. Hát ja, ez szerintem a Tau tökéletesen tudja counterelni, ez a Necron sereg. Pici dolgokat szétlövi a Destroyerekkel, nagy dolgokat szétlövi a DDA-val, meg a Monolittal. Uff. Ezt most nem így kéne mondanom, mert itt senki nem mer majd jönni beugrónak. De nagyon keresünk egy beugrót, aki Tau-val szeretne Duci Max ellen játszani, aki ezt a Tau sereget szerintem teljesen jó counterelő Necron sereggel fog szembe jönni. Hát én már csak azt tudom mondani, hogy ez hagyd ne én legyek. Egyrészt Tau-val kevés dolog van, amivel annyira nem szeretnék játszani, mint a Tau. Mondjuk az, hogy a Necron ellen kell menni, ez nekem kicsit sem érdekel, tehát veszíteni bármikor tudok, főleg Tau-val. De ha valakinek még van kedve jönni, és szeretne jönni, akkor jöhet beugrónak, illetve ilyenkor mindig lehet a Petire számítani, hogy ő néha egy előkommandózik innen-onnan, és valamilyen beosztásban megjelenik az eseményeken, hála jó égnek. Úgyhogy ha más nincs, akkor majd
nem tudom, kitalálom, hogy fáj a térdem, és nem tudok állni, vagy valami, és akkor majd betuszkoljuk őt a Tau játékosnak. Nem tudom, Peti egyébként, hogy áll a Tauhoz, mennyire szereti, vagy mennyire nem szereti. Most majd szerintem megutálja, hogyha neki kell vele játszani, de kiderül. Nos, akkor ennyi gyorsan a vasárnapi napról. Itt van a mindenféle, screenshotot teszünk ide-oda, amoda. Nem beszéltünk még arról, hogy ugyebár mindig van egy ilyen büntetés az első három helyezetnek, de tavaly az volt, hogy dupla pontot kapott mindenki, csak ők nem, és ez nem alhatott osztatlan sikert, ha jól emlékszem. Úgyhogy idénre azt álltam ki, hogy egy ilyen teljesen a kompetitivitástól, ha van ilyen szó, független dolgot fogunk csinálni az utolsó alkalommal büntetésnek. Ugyanis az lesz a büntetés, hogy a kiírásban láthatjátok, egy bizonyos táncot kell majd lejtenie minden olyan helyezetnek, aki az első háromba benne van, tehát a Botondnak, a Balunak és a Karesznak az ebédszünetben, minden olyan játékossal, aki ezt kéri tőle, és a szervezőkkel, akik itt lesznek külön, én az összestől fogom kérni, hogy velem csináljon ilyet. Ennek az a lényeg, hogy kimegyünk a kertbe, és van egy táncos barátom úgy jellemezte, hogy Karba-körbe című dolog. Hát az ilyen medvetánc, meg nyilván ilyen 100 kiló pluszos kövér wargamerek egymás körül ugrálnak, az mindig vicces. A lényeg az, hogy ezt kell csinálniuk, különben nem kapják meg a bónuszpontokat a csatából. Illetve mindenki, aki még ilyet bevállal, természetesen itt jó pár fénykép fog készülni majd erről, az egyszeri plusz 5 pont bónuszt kap majd az eredményéhez ezen az eseményen. Miért van ez így? Egyrészt azért van így, mert a napjától szeretnék egy kicsit elvonatkozkodni attól, hogy véresen komolyan veszünk dolgokat, még ha mi nem is veszünk véresen komolyan, de még a látszata sem előjön föl annak, hogy mi véresen komolyan veszünk dolgokat, mi játszani szeretünk, szórakozni szeretünk. Nyilván ezt még itt meglobogtatom, nem mintha lenne bármi jelentősége. És ezért tettem bele. Másrészt pedig, mert ugye láttátok mostanában a Facebookon, meg aki a Discordon fel van, ott is látja folyamatosan, hogy rendszeresen fotókat közlünk, ugye mióta a streamet egy kicsit sajnos visszavenni kényszerültünk. Most már inkább mondjuk úgy, hogy átalakítottuk a streamelésünket, inkább kevesebb minőségi streamet csinálunk, mint sok kevésbé minőségit. De a lényeg az, hogy ezeken a fotókon látszik, hogy mindig ilyen emberek nagyon gondterhelt arccal, vagy a legtöbb esetben nagyon gondterhelt arccal állnak így az asztal fölött, és akkor nagyon nézik, hogy mit, hogyan kéne csinálni. Na, itt szeretnék egy csomó olyan fényképet így az évzáról, ami meg az látszik, hogy azért ez a wargame, ez egy szórakozás, és nem egy munka, nem egy tehertétel, nem egy szellemi lefáradás, vagy ha az is, akkor ez egy kellemes szellemi lefáradás. Úgyhogy ezt találtam ki az utolsó alkalommal, hogy legyen egy kis poénkodás, legyen egy kis viccelődés. Tréfálunk, bolondozunk, mondhatjuk úgy is. Remélem, hogy sokan lesznek, akikről majd nagyon fantasztikus képek fognak készülni. Na, rengeteget dumáltam, meg volt mindenféle elemzés, ugyebár a múltkori beszélgetős livestreamünkön azt mondtátok, hogy ezek a sorsolások, ezek így jók. Próbáltam kihozni magamból megint a maximumot, teljesen elment a hangom, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk, megvannak a párok, természetesen meg lesznek a listák is. Fogalmam nincs róla, hogy a küldetéseket kiírtam-e vagy nem, de ennek a videónak az alján ott lesznek a küldetések, úgyhogy tudtok készülni, a listák is fölkerülnek a Drive-ra, abból is tudtok készülni. Vasárnap, gyere már, valaki jöjjön már, hogy ne kelljen tauznom a Necron ellen, mert tényleg eret vágok magamon. Úgyhogy gyertek, légy szíves, ha más nem, akkor majd a Petit valami zsarolással, hízelgéssel, fenyegetéssel valahogy majd ráveszem, hogy akkor játszon ő. Egyébként meg akkor nagyon kellemes további, hát nem tudom, így hirtelen szerintem szerda estét mindenkinek, mert akkorra fog talán ez a videó kikerülni. Videóból is rengeteg jön, lesz, most mit nyomunk? Chaos Demon Index elemzőt nyomunk, a virágék nyomják tovább a CSM-et, a Custod ezt meg fogja csinálni hamarosan a Bence, meg a I és Peti, Zoli? Bocs, Faterod, én csak így ismerlek. Na mindegy, tehát ők is fogják csinálni a Custod ezt hamarosan, majd még a Petit beszögelem ide valamikor, és megcsinálja az Imperial, mi a faszom, az Agent, igen, Imperial Agent-öt, mert megígérte, és azt behajtom rajta. A Space Marine-t, meg a Dark Angel-t, meg a Blood Angel-t, meg az ilyenekre, meg várunk embert, mert az ilyen maratoni történet lenne,
úgyhogy még senki nem szánta rá magát, hogyha ilyet szeretnél, akkor gyere nyugodtan, egyébként pedig, ha más Wargame rendszert szeretnél ismertetni, azt is gyere nyugodtan, mert a Malifu bemutatót is nagyon szerették, illetve most beindult a HQ-n nálunk, minden második héten csütörtökön lehet jönni Blood Bowl kezdő napozni, amit két lelkes Blood Bowl aspiráns tart, hiszen jövőre itt lesz nálunk a Blood Bowl VBEB, nem tudom, ez a 1000 emberbe szuszakolódik majd a millenárisra, úgyhogy jó lenne, ha pörögne föl minél jobban a magyarországi Blood Bowl közösség, és ehhez mi is szeretnénk, amennyire tudunk hozzájárulni. Köszönöm szépen a figyelmet, már szerintem bőven elég volt belőlem, sziasztok!